Az ember élete folyamán sok mindent kaphat a sorstól, de ugyanakkor sok mindent el is veszíthet. Két dolgot azonban soha senki nem tud elvenni tőlem. A hitemet és az álmaimat. E szavakkal köszöntöm tisztelt meghívott Johanita vendégeinket. Isten hozta önöket Csengerben. Az én nagyapám, néhai dr. Kis Bertalan lelkipásztor egy fél évszázadon keresztül hirdette Isten igéjét a szatmárnémeti református láncos templomban. Sok boldog perce volt, de sok politikai megkurcoltatásnak is volt már mártír áldozata, mert kiállt hite és magyarsága mellett. Második világháborúban láncos templomot bombatalálat érte. Falai leomlottak, tető beszakadt. Minden tönkrement. Senki sem hitt az újjáépítésben. Egyedül ő, dr. Kis Bertalan lelkipásztor nem adta fel. Ő hitt benne. Egy alkalommal felmászott a tetőroncsok tetejére, és onnét nézett le a rombolásra. A mélységtől megszédült és megingott. Lent álló hívők ennek láttán felkiáltottak. Csak felfelé tessék nézni, tiszteletes úr! Csak felfelé! És nagyapám felfelé nézett, és megálmodta a templom újraépítését. Abban, a háború utáni énséges időben, mikor kenyére nem volt pénz, mikor mindenkinek fontosabb volt a saját otthonát lakhatóvá tenni, dr. Kis Bertalan szavaira összefogtak, és munkát, verejtéket nem sajnálva valóra váltották az álmait. Egy fél év se telt el, és a szatmári láncos templomban újra felcsendült a zsoltár, és újra imádkozó hívek fohásza emelkedett a magasságos Isten felé. Nekem is vannak álmaim, hogy majd úgy éljek, hogy az embereket boldoggá tegyem, szavaimmal a lelkekbe békét hozzak, a hitetleneknek hitet adjak, az ellenségeket barátokká tegyem, és az elesettet felemeljem. Az én hitem pedig az, hogy a magyarok Istene összetartja népét, és megáldja ezt a helyet, ahol most vagyunk. Ezért fogok így imádkozni, hogy nézd le, Uram, Csengerre. Felcsillan a nap a szomos tükrében, szorgos népre mosolyog, munka ég a kezében. Hajlik a kalász, rezeg az ág, ó, Uram, kérlek! Nézd le rá! Nézd, hogy izzadt tenyerekkel szedi le az almát, nézd, hogy alázatosan tapossa életem almát. És nézd, hogy aggódva lesi a jövőjét. Miért van ez így, Uram? Mondd, miért? Adj, Uram, könyörgünk egy szebb holnapot, mert oly bizonytalan. Dolgozunk, dolgozunk, egy napunk se gondtalan. Életünkbe halmozódik a teher teherre. Ó, Uram, kérlek! Nézd le Csengerre! Csak a jóságot fényessége ad erőt nekünk. Csak az segít most itt. A vallásunk, a hitünk. Adj, Uram, jólétet, nyugalmat, békét. És áll meg, Uram, kérlek, Csenger szorgos népét. Amen.